Böjte Csaba Ferences rendiszerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója volt 2017. február 26-án a Nagybányai Krisztus Király templom vendége, a Szent Mise főcelebrása. Böjte Csaba atya Szmutku Róbert plébános meghívására érkezett Nagybányára. Adventben Róbert atya is volt Déván, tartott egy tridumot, és aztán hívott, és úgy gondoltam, hogy viszonozni kell, mi papok szoktunk így egymásnak besegíteni, meghívott, és szeretettel eljöttem. Hát ugye mindannyian Isten gyermekei vagyunk, Déván is, Nagybányán is, Erdély minden városában, egész világon, és azt gondolom, hogy hát egymásból ezt az Isten gyermeki jókedvet, vidámságot, életigenlést kellene próbáljuk kihozni. Adj az Isten, hogy tényleg sikerüljön. Böjte Csaba atya a derűről, a jókedvről, az élet igényléséről elmélkedett. Hát, hogy jó Isten meghalt értünk a kereszten, és ezt az Isten gyermeki megváltottságot, örömet hordozzák életükbe, és én azt gondolom, hogy nincs olyan dolog, ami jobban sikerülne, hogy az ember rosszkedvű, depressziós, mit tudom, haragszik, de én nem hiszem, hogy lenne olyan dolog, hogy ne lenne könnyebb azt elvégezni jókedvel, derűvel, békességgel. Erről is prédikáltam, és ezért is imádkoztam, hogy tényleg itten Nagybányán is, de Erdély, Kárpát-medence, minden falujába, városába, ez a jókedv, ez a derű, ez az életigenlés, mint nagy folyó úgy töltse be a szíveinket. És csak a testvér szavai, gondolatai nem csak balzsamként hatottak a szívünkre, hanem valamilyen módon meg is erősítettek bennünket. Nagyon csodálom Csaba testvérnek ezt a nyitottságát, ezt a derűjét. Az evangélium jut eszembe, az Úr Jézus azt mondja, minden lehetséges annak, aki hisz. A felemelő eseménynek adomány jellege is volt, amellyel a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatására nyújtott a nagybányai közösség. Böjte Csaba országszerte 81 otthonban több mint 2300 gyermeket nevel. A templom kiáratánál Böjte Csaba atya könyveit lehetett megvásárolni, és egyéb kiadványokat, amit a mise végén nagy lelkesedéssel dedikált az atya. Csaba testvér bemutatta, ismerjük mindannyian az ő történetét, 2300 gyereket nevel, körülbelül 81 néhány házában. Tényleg jó látni ezt a lelkesedését is, hogy engedi, hogy a Jóisten dolgozzon az életében. Nevelése az komoly anyagi pénzbe is kerül, anyagi kerete is van ennek. Éppen ezért arra gondoltunk, hogy aki szeretné támogatni a Szent Ferenc Alapítványt, kihelyeztünk egy perselyt a templom bejáratához, a kis asztalra, oda bedobhatják adományaikat, és hát köszönjük tényleg a nagy lelkűségüket. A szentmisét követően a nagyszalontai béke királynője gyermekvédelmi központ diákjai bemutatták Szent László király életét. Hát nem csak egyedül jöttem, ugye egy jó pedagógus mindig hoz szemléltető eszköz magával, hát ugye hát én egy gyerek otthonból hoztam Nagyszalontáról, ugye ott az idén ünneplik Arany János 200. születésnapját, és akkor így egy kicsit próbálom őket is úgy felemelni, magasabbra rakni, és hát betanulták Szent László királynak az életét, ugye Szent László év van, és hát őket hoztam el, 10 diákkal jöttünk, 9-12-es fiatalok, és hát ők próbálták megajándékozni, remélem sikerült a nagybányai testvéreinket. Inkább örülök, mert ugye a Nagysomkuti filia a Szent László tiszteletére van fölszentelve, és a Szent László évében külön ajándék, hogy meghallgathatjuk a Szent Lászlóról szóló rövid műsorokat, és majd a végén a gyerekekbe is fognak el személyesen mutatkozni. Lássa minden ember, mi boldog vagyok, Jézus égi fénye folyton rám ragyog. Hány szerint Szent Pál első híve volt Rómában, és akinél Szent Péter is megszállt. Rendjének már számos apátsága, illetve monostora volt hazánkban. Én László kedvesség, nemzetet díszére, virágoz mindennek, kivált örömére.
A Szent Misén Czollernő kántor első alkalommal énekelte el saját szerzeményét, az Ave Mariát. És hát hadd mondjam el, hogy ez az Ave Maria, amit hallottunk az imént, az a saját szerzeménye, először játszotta és énekelte a közösségünkben, kedves kántor úr, köszönjük szépen! Farsang van, hát ezt a farsangi vígságot hordozzák magukon a nagybányaiak, és biztos, hogy sokkal szebb lesz az életük. Tudjanak örvendeni ennek a csodaszép vidéknek, ahol élnek, ennek a sok-sok szép lelkű művésznek, aki itt alkotott, és hogy adja az Isten, hogy tényleg ezek a keresztény értékek, érzelmek, tiszta gondolatok töltsék be mindannyiuk szívét. Hát ehhez kérem a Jóisten áldását az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.